Terence Hill, Újréti László és Bud Spencer Bújtor István főszereplésével bemutatjuk az Ördög jobb és bal keze című filmet. További magyar hangok. Dobránszky Zoltán, Kovács István, Kristóf Tibor, Kránic Lajos, Simon György, Kis Gábor, Frajt Edith, Kis Erika, Sörös Sándor, Lesznek Tibor, Szó György, Nagy Gábor, Matus György. Forgatókönyv E.B. Klasser. Magyar szöveg Séri András. Hangmérnök Zombori László. Rendezőasszisztens Polecsák Irba. Vágó Baja Gábor. Gyártásvezető Németh Piroska. Szinkronrendező Várkonyi Gyula. Zenéjét szerezte Franco Michalizzi. Fényképezte Aldo Giordani. A szinkron a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. Forgalomba hozza a Mokép. Rendezte E.B. Klasser. Always cool, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to pull him around when you see him, you're a gone boy. Babot tudok adni, már ha tudod fizetni. Csak itt.
Te aztán jól megéheztél. Mint aki keresztül nyargalt az egész sivatagon. Úgy ám, márpedig aki keresztül nyargal a sivatagon, annak nem tiszta a lelkiismerete. Na jó, zabálj tovább. Úgy látszik, csak egy éhen kórász vagy. Nehogy bead itt nekünk a kulcsot. Már csak fél napig kell kibírnod, de holtan nem érsz egy vasat sem. Addig még kihúzza. Mehetünk. Mi? Hova? Kászál, hogy fölmegyünk. Ide hallgass te. Lásd, kivel van dolgod. Ha azt akarod, hogy a neved föl legyen írva a fejfádra, nem bánom, megmondhatod, hogy hívnak, de gyorsan. Úgy hívnak, hogy Szentlélek. Szentlélek. Inkább az ördög jobb keze. Kászálódj föl. Mivel tartozom? Semmivel. Semmivel. Egészségedre. Köszönöm. De máskor ne ilyen moslékot adj. Te, Szentlélek! Azt mondják, boszorkányosan tudsz bánni a pisztollyal. Tényleg azt mondják? Na, mesélj! Mit csináltál? Semmit, szenyor. Az asszony odalent mosott a folyónál. Jött egy gringó, rávetette magát. Én odarohantam, nálam volt a késem. Hát látom, hogy a gringónak kigúvad a szeme, és eldől, mint a zsák. Beüthette a fejét, attól halhatott meg, mert én éppen csak belebögtem párszor a kést. Más nem csináltam. Szemtanúk voltak? Nem, nem, szenyor. Kellett, hogy legyen legalább egy. Nem, szenyor, nem volt ott senki. Erőltesd meg az agyadat. Igenis, szenyor. De csak arra emlékszem, hogy az asszony odalent mosott a folyónál. Jött egy gringó, és rávetette magát, és én odaholtam. Nálam volt a késem. Thank you.
Hé, sheriff! Sheriff! Ha nem akarsz egy lyukat a plécsillagot közepébe, engedd szabadon a barátunkat! Ide hallgassatok, én nem bánom, ha valaki bemászik egy nőnek az ágyába. Viszont ha a nő bánja, de ő mégis marad, akkor azt a törvény úgy hívja, hogy erőszak, és a dolog a bíróra tartozik. A bíró viszont nem lehet elfogult. Márpedig az lesz, mert az ágyban az ő csapka felesége volt, aki csak akkor kezdett el sivalkodni, amikor hallotta, hogy jön a férje. Sajnálom a barátotokat, hogy pont a bírónéra támad gusztusa, de a törvény az törvény, és a törvényt, ha még nem hallottátok volna, be kell tartani. Egy percet adok, hogy eltűnjetek a városból. Utoljára figyelmeztetünk, sheriff. Engedd szabadon! Ami azt súlya, hogy hamarosan megint kerítenünk kell egy új sheriffet. Piperkőt! Nekem szóltál? Neked hát, te madárijesztő! Uraságodnak szólt. Dobd le a töltényövedet! Elfogyott a türelmünk, sheriff. Nem jósolok nagy jövőt nekik. Na, mit mondtam? Madre de Dios! Ki erre az ember, szenyor? Az ördög bal keze. Hát ez? Csak egy ágró szakadt. Vérdíjat tűztek ki a fejére, de ahogy elnézem, túlbecsülték. Na, és mit csinált? Semmi, csak védekezett. Én is ott voltam, tanúsíthatom. Nem, szenyor, nem volt ott senki. Ír neki egy passzust és enged haza. Az úgy volt, hogy az asszony odalent mosott a folyónál. Jött egy gringó, rávetett. Jó, hagyd abba. Nesze. Csúnyán megsebesült. Csak azért nem vérzett el, mert a golyó benne maradt. Tápászkodj fel és segíts! Na, húzd meg! Igenis! Na még. Na még egy korty. Na és anyánk hogy van? Mindig óbégat valami miatt. Hol az ördögbe van? New Orleansban felcsapott kupleros nénak. A golyó hol van, az érdekelt.
Tedd ide az ujjadat. Ti gringok, mint mocskos disznók vagytok. Az asszonyaikra fáj a fogatok, és az ember belépik. Úgy, úgy, ahogy mondod, de most már csend legyen. Holnap majd hazamehet a mosónőjéhez. Látom, tudsz még bánni a pisztollyal. Köszönöm a segítséget, ha ezt vártad. Csak hároman voltak. De nem sokára többet is ide ez a fene. Úgyhogy, öcskös, jobb lesz, ha odébb állsz. Mielőtt még az egész vadnyugat söpredéke ide csődül a tiszteletedre. Én nem keresem a bajt. És valahogy mégis mindig megtalálod. Olyan bűz van itt, mint ahol leégett egy szeszfőzde. Ki ez? Az öcsém. Átutazóban. Holnap tovább megy. A bátyád is ilyen koszosan érkezett ide. Három darab szappan fogyott el, mire kiderült, hogy fehér ember. Ha azt akarod, hogy kezet fogjak veled, előbb fürödj meg. Nem akarok hozzád ragadni. Hogy süllyedtél idáig? Valaki belekergetett. A csillag gazdája? Az. Két nappal azután, hogy megszöktem a jumai börtönből, láttam, hogy valaki követ. Nem tudtam szándékosan, nem minden esetre jött utánam az úton. Rálőttem, leesett a lóról. Kiderült, hogy ő lett volna itt az új serif, mert hogy az előző épp akkor halt meg. Hát kivettem a zsebéből a csillagot, feltűztem és beálltam a helyére, amíg ide nem érnek az embereim, a görény meg a mimóza. Aztán Ilány Kalifornia ott van most pénzdögivel. Csak hogy jössz te és beleköpsz a levesembe, mert hogy ez lesz a vége, abban biztos vagyok. Ha még nem tudnád, a kocsmában az imént elszabadult a pokol. Az őrnagy emberei agyba főbe vertek két telepest. Nagyon morultak, szerintem életük fogytáig kénytelenek leszek kásával beérni, mert hogy ami foguk volt, az sajnos mind ott maradt a padlón. Fegyverük nem volt? Dehogy. Ezek a telepesek sohasem hordanak fegyvert, tudhatod. Na gyere, nálam megfürdesz, legalább kiderül, hasonlít-e a fizimiskád a bátyádéhoz. Megfürdesz, alszol egyet, és holnap elmész. Jó, majd megbeszéljük. Nem, már megbeszéltük. Amikor a folyó kiöntött, akkor láttam utoljára ilyen sártengert. Nesze még szappan, több nincs. Ahogy a várost elnéztem, van még itt mocsok bőven. Amíg az őrnagy el nem üldözi a völgyből a telepeseket, addig nem lesz itt nyugalom. Nem hagy nekik békét sehogy sem, de azok nem tágítanak. Inkább agyonveretik magukat, de nem mennek el. Miért nem vágnak vissza? Hát, mert tiltja a hitük, vagy mi. Ilyen borbéketűrő emberek. Nem csinálnak más, csak dolgoznak és imádkoznak. Imádkoznak és dolgoznak. Na és a bátyám hogy végzi a dolgát? Hát én csak egyet mondhatok. Ilyen szerencsétlen serifet még nem pipáltam. Ha valami baj van a városban, ő épp akkor sosincs itt, vagy megfordítva. Hát ő mindig is ilyen szerencsétlen volt. Thank you.
A szokásos esti körsétája. Na, Isten áldjon, öcskös, én elteszem magam holnapra. Ha nem találkoznánk, aminek nagy a valószínűsége, sok szerencsét. Hm? Ide hallgasson. Kezdenek nagyon a bögyönben lenni az emberei. Ha nem hagynak békét a telepeseknek, elveszem a fegyvereiket. Próbálja csak meg. Azám, próbálja csak meg, sheriff. Rendes fiúk ezek, sheriff. Tisztességesek. Egész héten keményen robotolnak. És hát tudja, hogy van ez. Ma fizetésnap volt, és egy pohárkával többet ittak. Hát feltámad bennük a kötekedhetnék. Bár tulajdonképpen most is a telepesek keresték a bajt, elcsattan néhány pofon, de semmi komolyabb nem történt, úgyhogy hagyja békén az embereimet és engem is. Bárhogy történt, ez volt az utolsó figyelmeztetés magának és a tyúktolvaj bandájának. Hogy mondta, sheriff? Tyúktolvaj banda. Fölöttébb sajátságosan végzi a feladatát, sheriff. Nincs az ínyemre. Figyeljetek! Hát téged mi lett, Jeff? Kezd nagyon elegem lenni ebből a sheriffből. Ez a tapló eszű melák úgy látszik nem képes felfogni, ki vagyok én. De majd megtanulja. Angya szorgalommal dolgoznak, de az őrnagy fütyül erre. Minden áron meg akarja szerezni magának azt a völgyet. Miért fáj ez neked? Nem vagy te sheriff. Hát az nem vagyok. De ha a dolog elmérgesedik, közbelépnek a lovas csendőrök, akkor meg kénytelen leszek továbbállni, mielőtt az embereim ide érnének. És különben sem örülnék, hogyha az őrnagy kitúrná a telepeseket. Miért nem? Mert most az államhatáron túllegel az őrnagy meseszép, még megbillogazatlan ménese. Ha viszont el tudná üldözni a telepeseket a völgyből, idehozná a ménesét, és akkor bajosan tudnám meglovasítani. Hát segíts egy kicsit. Az őrnagynak? A telepeseknek. Az nem olyan egyszerű. Nem találok egy árva lelket sem ebben a városban, akire számíthatnék. Itt mindenki halálosan be van tojva. Nincs itt senki, aki... Te! Ne. Dehogy is ne. Ne. Napi $1. Ne. És muníció. Plusz koszt és kvártély. Az öreg Jonathan nagyon jól főz. Na? Nem. Hát, ha meg nem, akkor ne tehénkedj itt, hanem kotródj! Ahogy elnézem, őrnagy úr, ez a népség a fejébe vette, hogy végleg megtelepszik ebben a völgyben. Szánalmas ez a szent együgyűségük. Azt sem tudják, hogy kell rendesen megépíteni egy házat. Valami azt súgja nekem, hogy ez a tákolmány úgy összeomlik, mint egy kártyavár. Thank you.
Hozta Isten mi nálunk. Szívből mondja? Mi nem szoktunk hazudni. Csak leplezik, amit gondolnak. Ha valami csoda folytán, engem történetesen itt helyben elnyelne a föld. Alika hullatna könnyeket utánam. Őrnagy úr, mi nem kívánunk többet, mint békében élni, beérjük a tisztes szegénységgel. Semmi sem kiállhatatlanabb a képmutatásnál. Egyedül érkezett ide, egy rozog a szekére, rongyosan és sok reménnyel. Erős hittel, őrnagy úr. És alig telt bele néhány hónap, hogy merő véletlenségből egy csomó testvére is idevetődött. Az erős hitük meg közösséggé kovácsolta magukat. Amit látom, már nekiláttak házat építeni. És a völgy teli van a jószágaikkal. Ez a maguk tisztes szegénysége, amit annyit emleget, kifizetődőnek látszik. Ez a jószág mind Isten ajándéka. Amit viszont maguk sietve megbillogoztak, ugyebár. És míg az én lovaim a sziklák közt kénytelenek legelni, a maguk marhái híznak és sokasodnak, mint a gazdáik. Mi beérjük egy kevéske földdel, ahová búzát vethetünk. No de hát, amit kevéske földnek nevez, az sok-sok ezer hektár, kedves barátom. Nekünk nincs szükségünk mindre. Megférünk itt. Hozza csak ide a lovait, őrnagy úr. Nem lesznek utunkban. Oh, maguk viszont útjukban lennének nekik. Úgyhogy én azt javallanám. Szedjék a sátorfájukat, a családjukat, a hitüket, a jószágukat, és menjenek innen. 2000 mérföldet vándoroltunk. Vándoroljanak tovább. Gyerekeink is vannak. Utálom a gyerekeket. Őrnagy úr, ha nincsen benne jó érzés, azt el kell fogadni a érvként, hogy mi előbb érkeztünk ebbe a völgybe, mint ön. Ha az emlékezetem nem csal, a maguk kedvenc könyvében, a Bibliában áll, hogy az utolsókból lesznek majdan az elsők. Én ehhez tartom magam. Kiforgatja a Szentírást? Csak értelmezem. Isten bocsássa meg. Jó lenne, de bevallom, nem igen számítok rá. Ez csupán figyelmeztetés, barátom. Vagy elmennek innen, vagy itt pusztulnak. Választhatnak. Munkára, testvéreim, munkára! Kik ezek? Egy Veszkál nevű bandita az embereivel. Néha átugranak egy potya ebédre. No csak, ez érdekes. Hozott Isten, testvéreim. A lovaink hoztak. Héti! Potya lesz, helyen kórház, Vanda! Mi lesz? Ti miért nem üdvözlitek szépen Tobi testvéreit? Vamos, hermano. Vamos a comer, hombre. Nézzetek ide, milyen finom levessel várnak minket a testvérek! Nézzétek csak! Mi ez a förtelmeség? Seire se bűzel, nincs is megsózva! Mi nem élünk sóval, testvérek! Azért főztétek ilyenre, hogy ne kelljen velünk megosztanodok, igaz? Nem, és sajnáljátok tőlük! Fut legyen! Legközelebb sült hússal várjatok bennünket, és borral, sok borral, világos? Gyerünk! Ettől a banditától istenfélő gondolatom támadt. Mi? Eszembe jutott, hogy Isten útjai végtelenek. Thank you.
Ezt a serifnek hoztam. Uh-huh. Apropó, hol van? Elment valahová. Ah. Nem úgy volt, hogy ma reggel elmész? Még maradok egy kicsit. Ráérek. Fogadok, hogy megint történni fog valamit, csak mert a serif nincs a városban. Hé! Hé, nem hallod? Válaszolj már! Ezért is számot fogsz adni az ítélet napján. Akkor lehet, de addig ide ne toljátok a pofátokat, világos? Takarodjatok innen, de gyorsan! Hé, te éhen kórász! De csak törődj a magad dolgával. Miért? Az őrnagy úrtól kérdezd. Hát majd megkérdezem. Az őrnagy úr még azt sem engedi nekünk, hogy a boltjaiban vásároljunk. Várjatok meg itt. Mit csinál, ebből baj lehet? Azt mondta, várjunk, talán segít. Mit akarsz? Szolgáljátok ki. Csak viccelsz, ugye? Ne. Rakjátok fel a kocsira, de gyorsan. Köszönöm. Az őrnagy úrnak nem fog tetszeni. Mi nem fog tetszeni az őrnagynak? Itt egy bubi fölösleges. Nem, itt egy őrnagy fölösleges.
Ide hallgass, őrnagyom. Nagyon ideje volna, hogy megértesd ezekkel a sakálokkal. Hogy mostantól fogva ne zargassák a telepeseket. Vagy, és ezt mint sheriff helyettes mondom, még egy húzás, és mind lepuffantom őket. Szétvertél egy üzletet. Két embert hülyére vertél, egyet súlyosan megsebesítettél, egy másikat tököllődtél, és mindezt két óra alatt. Két rövid óra alatt, amíg magadra hagytalak. Ha nem te kérted, hogy segítsen? Te nem így, te istenverése. Ha láttad volna az a két lány, hogy nézett. Mint két megrémült őzike. Két megrémült őzike. Nem inkább, mint két revett sarkú, aki palira vadászik. Hová mész? Az őzikékhez. Azt már nem, velem jössz. Hová? Haza, fogod a cókmogodat és eltűnsz. Köszönöm, sheriff. Ez egy nyugodt város volt, amíg ide nem jöttél. Ronda porfészek, de legalább csöndes. Ennek beszélhetsz. Sheriff, csináljunk már valamit a foglyokkal. Vagy akasszuk fel, vagy dobjuk ki őket. De én már nagyon unom, hogy itt veszködjek velük. Dobd ki őket, aztán hord el magad te is. Igazán, bumburnyák, csak nem zavarsz. Ne szólíts bumburnyáknak. Hát akkor hogy szólítsalak? Sehogy ne szólj hozzám, még ha fuldokolsz, akkor sem. Na és mégis, milyen jogon akarsz elzavarni a városból? Azon, amit ez ad nekem. Na, arra csak ne nagyon hivatkozz, ha jót akarsz. Hát ezzel meg mire célzol? Testvérkém, tudomásom szerint nem sheriff vagy, hanem közönséges lókötő is, ráadásul még annak is eléggé képbajkezes. Ne ordibálj! Mit akarsz? Semmit, csak maradni. Ha? És majd ezt is hordom. És kapok napi $1 meg kosztmártét. Ez egy kicsit zsarolásnak hangzik. Az is. Na, egye fene, de úgy vigyázz. Még egy ilyen ramazuri. És eleve nem megnyúzlak. Aludni pedig a hivatalban fogsz. Megint randalírozni készülsz? Még hogy én, de hogy. Hát akkor hova mész? A kocsmába. Lefekvés előtt nincs jobb egy jó viszkinél. Ez már szent igaz. Gyere! Meghívlak egyre. Csak egyre? Az első alkalommal ellátom a baját örökre. A vérribanc anyját az ilyennek. Ne akarj hősködni. Jobb lesz vigyázni vele. Most az egyszer hallgass a fafejű barátodra. Jobb lesz vigyázni. Menjünk innen. Késő van. Ideje aludni. Nem díjazom az ilyet. Mit mondtál az előbb a mamámról? Viszket a tenyered? Kérdeztem valamit. Mit mondtál az előbb a mamámról? Nem hallottad? De ismételd meg, nem kell félni. Félni tőled? Ki fél? Sheriff! Hey, Sheriff!
Ébredj! Kelj fel! Gyorsan eresz be! Hallod! Nyisd ki! Én vagyok az Jonathan! Sheriff! Szaladj a kocsmába, rohanj! Mi a felének rohanjak? Azért, mert ott van az öcséd. Lepuffantották? Még nem, de siess, mert szitává juggatják. Számolj egy kicsit, heten vagyunk ellened, a te pisztolyod pedig 6 lövetű. Remélem, talán most már kezdesz kapiskálni valamit. Hát, ha előre fizetsz, nem bánom, fogadhatunk, hogy nem te maradsz hetediknek. Remélem, kezdesz kapiskálni valamit. Tehát itt meg mi folyik? Megsértettek minket. Ne mondd. De. Azt mondták, hogy drága jó édesanyánk egy vérribanc. Ez már komoly. Hát most aztán mit csináljunk, emberek? Ha nem hordanátok magatokon azt a vacak plédarabot, elintézhetnénk, ahogy férfiakhoz illik. Vegyük le. Alig vannak. Jonathan! Igen, igen. Szedd össze a fegyvereket. Igen. És zárd be az ajtót. Kulcsra. Igen. Leápolod őket? Segíts be, egy kicsit piszokálmos vagyok. Jobbat is kitalálhattál volna. Mehetek aludni, vagy tervezel még valamit mára? Beláthatod, hogy amikor vén ribancnak nevezte a mamánkat... Tehát nem ribanc. De vénnek nem vén. Hogy tudsz ilyen céltalanul élni? Csinálj valamit, lopj marhát, lovat, vagy rabolj ki postakocsikat. Vagy kezd megint kártyázni. Remek hamis kártyás voltál. Csak csinálj valamit. Valóságos földi paradicsom ez a vidék. Ezek meg kik? A telepesek. Hogy fegyvertelenek? Azt mondják, a vallásuk tiltja a fegyverviselést, meg az erőszakot. Meg minden ilyesmit. Na és az őrnagyot hogy viselik el? Buzgó imádsággal és néhány kivert foggal. Békesség, testvérek! Nektek is! Tőled tudják, hogy testvérek vagyunk? Tőlem ugyan nem. Az úr vezérelt ide benneteket. Nem, csak úgy véletlenül erre jártunk. Gyertek, pihenjetek meg mi nálunk, testvérek. Szálljatok le és pihenjetek meg. Köszönjük, hogy eljöttetek.
Hálával tartozunk azért, amiért segítettél nővéreinken, Sarán és Juditon. A gonosz fenyegette őket, ám ekkor az úr elküldte az ő arkangyalát, s a gonosz hátrálni kényszerült. Éppenséggel így is lehet mondani. Szép ez a vidék, valóságos földi paradicsom. Az bizony. Épp ezért nem akarjuk, hogy az őrnagy elcsúfítsa. Igazatok van. Örülnénk, ha megosztanátok velünk szerény ebédünket. Megosszuk. Gyertek. Pisztolyt, testvérek. Mit? Mi nálunk nem illendő fegyveresen ülni az úr asztalához. Na jól van, de ne vigyétek túl messzire. És most imádkozzunk. Urunk, kérünk, fogadd szívünk őszinte háláját mindam a bőséges adományodért, mit végtelen jóságodban nékünk juttatsz. Mennyei urunk, áldásod kísérje mindam a testvérünket, ki most nem lehet körünkben. Ámen. 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 A nők és a gyerekek a szekerekre, gyorsan! Bocsássátok meg a faragatlanságukat. Mint az oktalan gyermekek, nem tudják, mit cselekszenek. Querido! Mua, mua! Épp itt a közelben bókláztunk, hát mondtam az embereimnek. Ugyan nézzük már meg, mi van az én kedves Tobi barátommal, igaz? Ne, ne is erőltes, testvérem. Nem akarok minden nap visszaélni a vendégszereteteddel. Ahogy gondolod, testvérem, de az én asztalom a te asztalod, tudhatod. Igen? Hát jó, van, elfogadom. Miért nem figyelmeztettél, hogy vegyem le a töltényövemet? Nem tudtad, hogy Tobi testvér nem tűr fegyvert az asztalnál, mi? Add a bort! De hát ez víz! Hol van a bor? Mi nem élünk borral, testvérem. Hol a bor? Semmiféle... Bort akarok! Hihoz de puta! Állítsátok sorba ezeket a gyászhuszárokat, majd meglátjátok, hogy előadják a bort. Hol van a bor? Na jól van, ha borotok nincsen, akkor majd az asszonyaitokkal kárpótoljuk magunkat. Várj egy percet, testvérem, hallgass!
mit merészelsz, mocskos gazon? Ezek az én testvéreim, és az én testvéreimet csak én pofozhatom. Hová mész? Világ! Né, egy új pofa. Ilyet még nem pofoztam. Menjünk el, főnök! Testvérem, én figyelmeztetni akartalak, hogy ez a két kedves vendégem nem osztja a mi hitünket. Ők a szemet szemért, fogat fogért törvényt vallják magukénak. Úgyhogy bocsássatok meg nekünk, és majd máskor gyertek vissza. Majd máskor, igen. Mescal nem felejt sohasem. Remélem is. Hát most már van mivel védekeznetek. Ha visszajön egy golyó a szeme közé, és nincs több gond vele. Az életet az Úr adja, és az Úr veszi el. A mi fegyverünk a hit és a szeretet. Igen, ahogy mondott Tobi testvér. Egyedül a szeretet győzheti le a gonoszt. A Szentírásban ez áll. Az én ölemből veszed a tüzet, mely ereidet átjárja. Kebelemből a nektárt, mely szomjat csillapítja. És az én ajkaimról csak olyan szókat fogsz hallani, melyek az Úrhoz visznek közel. Így mondta a próféta. Nagyon jól mondta. A fegyvereitek, testvérek. Ha szükségetek van rám... Ránk. Ha szükségetek van ránk, tudjátok, hol találtok. Na, mozogj! Mi vélünk van az Úr. Jó estét, Jonathan. Hát, te még élsz? Megy tovább, holnap reggel. Nem megy ez el innen soha. Itt marad élete végéig. Bár van nekem egy olyan sandagyom, hogy nem lesz hosszú életű a földön. Szerencsére. Na végre egy épkézláb ötlet. Ez a mexikói még mindig olyan holt részek, hogy nem bír talpra állni. Talpra áll, az mindjárt ne aggódj. Szédelget egy kicsit, hát adtam neki egy pohár vizet. Kutyaharapás szőrjével. Mindjárt tudtam. Olyan nincs, hogy neked valami jó lenne. Mestek, faljátok be az egészet. Könnyen meg lehet, hogy ez az utolsó vacsorátok. Miért? Mert két új pofát láttam a városban. És nem sok jót ígért az ábrázatuk.
Hová mész? Megnézem ezeket. Mert hogy te vagy az, aki nem keresi a bajt, ugye? Csak nem szeretem a gyanús ötleteket. Maradj veszteg a fenekeden. Ő vissza. Mire is jutott volna az emberi nem a ló nélkül? Például Nagy Sándor, a római cézárok, a nagy hadvezérek. Nagyok lettek volna, ha nem lovon ülnek. Vagy hogy messzebb ne menjünk, születhetett volna a nemzet e földön e nemes négylábú szolgálatai nélkül? A legkevesebb, amivel a lovaknak tartozunk, az, hogy dús legelőkre vezetjük őket, ahol sokasodhatnak békességben. Épp ezért meg akarom szerezni azt a völgyet mindenáron. Úgyhogy, ha rábírjátok a telepeseket a távozásra, annyi pénzt kaptok tőlem, hogy akár fel is hagyhattok a munkával. Vegye úgy, hogy a völgy az öné, őrnagy úr. Helyes. Ám előbb még intézzétek el a seriffet és a helyettesét. Ugyanis a buzgalmuk kezd szer fölött terhemre lenni. Ki jelölheti az új seriffet és a helyettesét? Helyes. Kértek egy kis serit? Kiváló. Szavamra. Munka előtt nem iszunk. Köszönjük szépen. Ez már igen. Így beszélnek a komoly szakemberek. Azt tanácsolom, vigyázzatok a serif helyettessel. Nagyon gyors kezű. Hallod ezt, Mortimer? Még hogy a serif helyettes nagyon gyors kezű. Csak körülnézek egy kicsit. Szép csöndesnek indult ez a mai nap. Szeretném, ha így is folytatódna. Ez volna a villámkezű serif helyettes. Szolgálhatok valamivel? Hajt valamit vásárolni, uraságod? Igen, gatyamadzagot.
Te persze ártatlan vagy mindenben, mint a ma született bárány, mi? Sheriff, ez egy nyugodt, békés város volt, mielőtt ez az alak idejött. És most ez a közveszélyes őrült vaktában lövöldözhet, csak mert ott figyel rajta a csillag. A város minden lakója nevében. Követelem, hogy mindketten mondjanak le önszántukból, különben régió barátomhoz fordulok, a kormányzó úrhoz. Ez nem válasz. Most már csinálnunk kell valamit. Csak tudnám, minek kellett neked megszületned. Úgy hiányoztál, mint a sárga láz a lepra telepen. Na, döntsd el, mit csináljak a mexikóival. Dobd ki. Nem áll meg a lábán. Persze, ítass vele még egy kis viszkit, és várd meg, még elalszik. Valami baj van? Nem, semmi baj, csak vérdíjat tűzte ki a fejemre. Úgy látszik, fél munkát végeztem azzal a seriffel, aki idefelé tartott, csak lesántítottam. Most persze nagyon el akar kapni. Arra kér, hogy én, mint sheriff, segítsek neki elfogni magamat. Te $200 érsz? Csak nem adnád el a bátyádat. $200 érsz? Ha kimérlek, akkor is többet kapok. Velem jönnél? Hová? Azért mersz így bánni velem, mert tudod, hogy úgysem lőlek le. Csak remélem. Keres magadnak valami tisztes megélhetést. Menj vissza New Orleansba a mamához, vigyél neki néhány lányt, és társulj be az üzletbe. Na, menj innen. Mire vársz? Viszlát, bumburnyák. Remélem, hamar látlak. Én nem. Ha maradni akartam volna, maradtam volna. Azt ugyan kötve hiszem. Légy üdvözölve, testvér. Te is. Mi szél hozott? Hát, tulajdonképpen nem a szél hozott, erre vezetett az utam. Hát gondoltam, elköszönök tőletek, visszamegyek haza. Imádkozni fogunk az úrhoz, hogy oltalmazza a mi őrangyalunkat. Bár a legjobb lenne, ha itt maradnál közöttünk. Én köszönöm, de mennem kell. Igen, muszáj mennem. Ahogy gondolod. Ám mielőtt elmennél. Szeretném, ha Sarah és Judith még egyszer köszönetet mondana neked. Lent vannak a folyónál. A folyónál? Ide hívatom őket. Ne fáradj, nekem úgyis útba esik. Örülni fognak neked. Thank you.
nem hívtuk, csak téged. De kettőnk közül ő az, aki úszni tud. Ugyan nem kell itt úszni, mi is csak idáig ér. Ja, ha csak odáig, az más. Hé, mit csinálsz? Tudod, amikor először megláttunk téged, mindjárt arra gondoltunk, hogy csodálatos lenne, ha te is közénk tartoznál. Hát bizony jó volna, de nem lehet. Pedig, ha itt maradnál mi nálunk, szerető feleségeid lennének, akik odaadóan szolgálnának és boldoggá tennének. Feleségeim? Azok bizony, feleségeid. Nem tudtad, hogy a mi hitünk megengedi, sőt, javalja a több nejűséget? Hol vagytok? Gyere, húzd már ide, siet! Na, gyere! Itt már jó. Most kezdheted a másik oldalon. Igen, testvér. Viszlát. Viszlát. Akkor most mész is tovább. Hát, ha már annyira maraszt, azt nem bánom. Maradok még egy darabig. Ennek szívből örülök. Testvériesen megosztjuk veled, amit az úr ad. Nem. Mi van itt? Nem lehetne szép szóval meggyőzni az őrnagyot? Nem az a fajta, akire hat a szép szó. Jobb lesz, ha felkészülünk, hogy ránk tör. Nem félünk tőle. Tudjuk, hogy az úr mi vélünk van. Jó, csak hogyha ő se fog fegyvert, nem megyünk valami sokra vele. Nézzétek, szerintem az úr nem venné rossz nével, ha mégis védekeznétek. Nem vehetjük el fele barátaink életét. De hát az őrnagy emberei félig sem a barátaitok. Így nem megy, hogy oda nyújtjátok a másik orcátokat. Mi elfogadjuk, amit az úr nekünk rendel. Hát, ha rendelne egy pár fegyvert, elbánnánk az őrnagyékkal. Na persze, apránként. Tényleg. Azt javaslom, hogy... Kik lehetnek ezek, testvér? Ahogy így elnézem őket, amondó volnék vándorok, akiket elcsigázott a hosszú út. Vagy banditák, akiket alaposan megkergettek. Jézus urunk is vándorolt a pusztában. Csak nem serifekkel a sarkában. Várjuk ki, miben sántikálnak. Ha valami rosszban, majd elbánok velük. Szabad? Én is. Adj inni a szomjúhozóknak, így áll a Szentírásban. Ha jól emlékszem, az is benne áll, hogy adj inni az éhezőknek. Vagy nem? De csak, ha nem hangoskodnak. Te vagy a görény, ha a szimaton nem csal. Te meg a mimóza. Keresitek a bomburnyákot. Tudod, hol van az a szemét? Tudom, benneteket vár. Hol a fenébe kódorogtatok?
főnök! Itt várok rátok hetek óta. Már az itten felkötöttek benneteket. Csak az volt, hogy útközben láttuk, hogy követ minket valaki. Letértünk az útról, jön utánunk. Erre mi rálövünk. Leesik a nyerekből, képzeld el, Csánta serif volt. Nem minket üldözött, csak éppen azon az úton jött, mint mi. Elintéztétek? Majdnem, főnök. Mimóza eltrafálta a jobb lábát, aztán a bankoját is összetörtük. Mondd, főnök, beléd akadt ez a csillag? Serif lettem. És most figyeljetek, kiterveltem egy nagy fogást. Pofon egyszerű, még nektek is menni fog. Egy bank? Egy ménes. A legszebb, még billogozatlan ménes, amit valaha láttam. De onnan tudtátok, hogy itt vagyok? Én mondtam meg neki. Azár! Ez nem igaz. De bumburnyák. Ne szólíts! Ne is szólj hozzám. Hallgass meg, légy szíves. Nem érdekel, tűnj el innen. Hé, hallgass meg. Nem hallottad, mit mondott a főnök? Állj már meg, valami fontosat akarok mondani. Láttam az őrnagyot a mexikói határ felé ment. Tudod, mit jelent ez? Az, hogy meszkállal akarja összeszűrni a levet. Akkor pedig a telepeseknek befellegzik. Nézd, ha segítesz elbánni az őrnaggyal, én megnősülök. Mit csinálsz? Megnősülök. Kit veszel el? Még nem döntöttem, Sarah-t vagy Judith-ot. De annyi biztos, hogy lehorgonyzok náluk. Végleg. Azt mondtad, végleg? Igen, végleg. Sutba vágom a múltamat. Esküdj meg anyánkra. Égjen benn a kupiban az összes lánya, ha nem az igazat mondom. Na jól van. Segítek. De aztán elválnak útjaink. Különben te is benn fogsz égni valamiben, amit én gyújtok rád. Ne félj, nem fogod megbánni. Egyébként, ami az őrnagyot meg az embereit illeti, arra gondoltam... Te csak ne gondolj semmit. Itt én vagyok az ész. Na látod, épp ezt gondoltam. Neves már szépség. Nem ti. Önök, Los Gringos! Mindjárt pénzáll a ház, az muchachos! Hozott Isten! Parancsolj, amigo! Lódu innen! Te is! Na de főnök! Hogy van az én esküt ellenségem? Talán inkább a legjobb barátja. De hiszen folyton lövöldöztök ránk. Nézze, szenyor Mescal! Ha ön el akarja lopni a lovaimat, kénytelen vagyok megakadályozni. De ha üzletet kötünk, adok a ménesemből. A 20 legszebb lovamat, ha a völgyből elzavarja a mormonokat. Őrnagyom, 20 lóért én akár Texaszt is meghódítom neked. Áll az alkú. Na persze, csak akkor, ha úgy intézhetem el ezeket a patkányokat, hogy a kedvem tartja. Ezt önre bízom. Aztán itt van még egy másik bökkenő is, őrnagyom. És pedig? Én azokat a lovakat jobb szeretném ellopni. Mondjuk én elvégzem a munkát, te pedig hagyod, hogy elkössek a ménesedből.
Pénzért dolgozni az nekem megalázó. Inkább lopnék, hogy izgalmasabb. Jó van, ezen nem újjék. Jeff, szenyor Mescal az én engedélyemmel ellop 20 lovat a ménesemből. Most senki nem fog önökre lőni. Ez a beszéd, hombre! Erre iszunk! Pompás borom van! Na és mikor támadjunk rájuk? Amikor nem számítanak rá. A napokban küldj el néhány emberét körülnézni, aztán értesítsen. Elég lesz Emiliano. Ő még a kalapod alá is képes lenne úgy bebújni, hogy te észre se vennéd. Vagy 200 emberre kell számítanunk. Méghozzá csupa kemény fickóra. Úgyhogy fegyvert kell fognatok, ha nem akarjátok itthagyni a fogatokat. De hát a mi hitünk tiltja az erőszakot. Mégis mit képzeltek, hogy mi négyen vissza tudjuk verni az őrnagyékat? Fohászkodnunk kell az úrhoz, hogy oldja fel ezt a tilalmat. Hát akkor fohászkodjatok, de septiben. Testvéreim, amondó vagyok, most az egyszer szánjuk rá magunkat. Egyetértetek? Egyetértek. Hát vállaljuk, de csak is a jogos önvédelmet. És nem ölünk embert. Hát ez is több a semminél, nem? Annál igen. Na munkára. Ha valaki jobbal akar behúzni neked, mit csinálsz? Ballal kivéded, és jobbal te húzol be neki. Na, gyere. Még egyszer. Ballal kivéded, és jobbal behúzol egyet. Világos? Igen, tesó. Helyes, akkor lássuk. Mondtam, hogy ballal kell kivédened, nem jobbal. Így jár, aki lassú. A gyorsaság a lényeg. Ha azt látod, hogy valaki rád támad egy ilyen bottal, mit csinálsz? Mit csináljak? Először félrehajolsz, elkapod a botot, és lerántod a földre. Világos? Világos. Mehet? Mehet. Ezt még gyakorolni kell. Legyél te a támadó. Készen vagy? Készen. Na ez az. Jegyezzétek meg. Soha sem szabad megbíznotok senkiben. Még a barátodokban sem. Világos? A mondás szerint, ha ló nincs, megteszi a szamár is. Ha a karotok nem elég erős vagy foglalt, használjátok a lábatokat. Ahogy én. Na, talpra. Próbáld visszaadni. Mondanék neked valamit, ha nem haragszol. Ha tanács, megtarthatod magadnak. Nem tanács, a véleményed érdekel. Miről? Na, nyugd már ki. Szerinted nem lehet az, hogy egy kém van az alatt a szombréró alatt? Hát az bizony nincs kizárva. Ezt gondoltam én is. Görény! Mi az, főnök? Hozzám! Csináljátok tovább. Odafönt az alatt a szombréró alatt lehet, hogy egy kém van. Menj hozz le. Egészben. Uh-huh. Valami baj van, sheriff? Nem, baj az nincsen. Csak egy érdeklődő van ott fent. A görény felment, hogy letessékelje. Az úr oltalmaz a barátunkat. Inkább a másik szorul oltalomra.
Ki vagy? Ki küldött ide? Emiliano nem mond semmit, gringo. Emiliano mindent elmond, gringo. Mezcal mandájához tartozok. Az őrnagy fogadott fel minket. Azt ígérte Mezcalnak, hogy elköthet 20 lovat a méneséből, ha ezeket sikerül innen kifüstölnünk. Nekem ne is tagadni motoszkál a fejedben, vén lókötő. Úgy olvasok benned akár egy nyitott könyvben. Tényleg? És mit olvastál bennem? Szöget ütött a fejedbe, hogy azt a 20 lovat te is elköthettéd Mezcal emberei helyett, mégpedig úgy, hogy... Nem igaz? Tudsz olvasni. Örülök, hogy kezded használni a fejedet. Mondd csak, Emiliano. Igen. Megtennél egy aprócska szolgálatot cserébe a nyüves irádért? Persze, hogy megtennék. Jól van, Emiliano. Ki az? Ki az? Mezcal emberei vagyunk. Jöttük elkötni a lovakat. Jó, jöhettek. Vigyétek a lovakat, és tűnjetek el! Egy, kettő, három, négy... Hogy boldogultatok a telepesekkel? Kenyedén, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mind meghalt. 12, mind meghalt. 13, mind. Egytől egyig, öregek, asszonyok, gyerekek, 14, 15, 13, a gyerekek is? 17, ha mondom. Még a karonülők is, azok legelőbb. 18, 19, hát ugye a munka az munka. 20, 21, 22, 23, 24... Te, csak 20 lóról volt szó, nem többről. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33... Hol van a sheriff? Miért? Maga kicsoda? Te ki vagy? Én? A nevem Jonathan Swift, a hivatalsegéd vagyok. A sheriff éppen nincs itt. És mikor jön vissza? Mikor? Hát az ugye nem biztos. Majd ha megvan mind, akkor biztosan visszajön, de az kik ugye... vannak meg? Hát az voltól vajon. Nem, ezek véletlenül... De, ezek bizony, ezek, pontosan, ezek, pontosan ezek, pontosan ezeket üldözi. Na, menj szépen. Merre felementek? Hogy merre? Ha jól emlékszem, valami olyasmit mondott, hogy a, igen, a határ felé, már pontosan emlékszem. Akassza ki a körözéseket. Hogyne, természetesen ki a... remélem, hogy elkapja azokat az... Nyugodt lehet, fárom. Abban nem lesz semmi hiba. Ha ezeket nem kapja el, akkor senkit se, én mondom. Ajj, ez még megissza az egészet. Gyere szépen, te is, úgy, úgy. Na, még te is. Jó. Sheriff, a gyerekek mind ezen a szekéren vannak. Görény, vigyázz az apró jószágra. Mimóza, te az embereiddel húzódj be a ház mögé. Hol van Tobi? Reggel óta nem is láttam. Lement a folyóhoz egy pár testvérrel. És a lovak? Mi? A lovak, a ménes, hova dugtátok? A lovak persze, jó helyen vannak, biztos helyen. Ahó, őrszem testvér! Nem lát semmit? Nem, sheriff testvér, semmit! Egy lelked se! Azaz igen, jön az ellenség! Az ellenség! Jön az ellenség! Mindenki a helyére! Az öreg Jonathan!
nagy tűvé tette, érted, a város serif. Mit akar? Hát, igazságot, ha jól sejtem. Az éjjel ellopták az egész ménesét, úgyhogy most a törvény embereivel akarja előkerítetni a lókötőket, no meg a lovakat. Kötve hiszem, hogy rám számíthat. Mindjárt gondoltam. Ugye nem akarod magadnak mindet megtartani? Micsodát? Hát a lovakat. Az őrnagy lovait. Emiatt jöttél idáig? Igen, emiatt, de ez még nem minden. És mi a többi? Hát például az, hogy a városba érkezett egy idegen, amellén egy csillagot hord a hón alatt, meg két mankót. Egy szabályos bicebóca serif, aki azokat hajkurásza, akik így elbántak vele. El is küldtem a határ felé. Helyes. Ezzel kész? Na, de hogy az őrnagy emberei mindjárt itt lesznek. Kösz, hogy szóltál. Ez a legkevesebb. Megkapom a részemet? Na, nem bánom. Ezt miért hoztad magaddal? Nem hagyhattam a városban. Folyton elkottyintja az igazságot. A sok szesz az agyára ment. Ja! Yeah! Vedd el a fegyvereket! Te meg dobd fel ezt egy szekérre és csapd le! Igen is, Sheriff! Yeah! Hol a fenébe kódorog, Toby? Toby? Igen, Toby! Jön már, főnök! Már azt hittem, elinaltál. Dehogy, csak dolgoztunk és egy kicsit elhúzódunk. Jut eszembe, főnök. Ne lássunk néhány sírgödröt, amik erőnkből is, időnkből is futja. Sírgödröket? Csak nem gondoljátok, hogy itt halottak lesznek. Miért? Hogy szereljük le az őrnagy embereit? A hit erejével. A hit ereje legyőzhetetlen. Bármilyen elvetemült az őrnagy. Asszonyokra és gyermekekre ő sem fog lőni. Igaza van. Te talán képes lennél nőkre és gyerekekre lőni? Gyerekekre nem. Na hát látod, ha még te se lennél képes, az őrnagy még kevésbé. Mit forgatsz a fejedben már megint? De hisz, te vagy az ész. És megint csak jót sütöttél ki, vén lókötő. Na jó, de ha a hit erejétől nem borulnak térdre, akkor itt elszabadul a pokol. Jönnek! Jönnek! Nem tudják a balgák, mi vár rájuk. Előre, uraim! Nyugodtan, lassan. Mi az? Nem is köszönti a vendégeket, barátom? Abban a hitben éltem, hogy a tisztes szegénység nem zárja ki a tisztességtudást. Ne vesztegessük az időt, őrnagy úr. Csönd legyen. Azért jöttünk, hogy dolgozzunk. Uraim, fáradtságos nap áll önök előtt, amelynek végeztével azonban ama jó leső érzéssel térhetnek meg hajlékaikba, hogy ez egyszer becsületes munkával keresték meg a kenyerüket.
Rombolják földig, amit csak látnak, kezdve azzal a házzal. Ám ha kérhetem, mellőzzék a hangoskodást, nem szenvedhetem a lármát. Gyújtsák fel a sátrakat és a szekereket, és kergessék szét ezeket a marhákat. Azután mi távozunk, és a többit már Mescal úrra bízzuk. Mit szól a programhoz? Már akkor vesztett őrnagy úr, amikor elindult felénk a lejtőn. A mások véleménye, ha még oly botorság is, tiszteletet kíván. Tőlem pedig mi sem áll távolabb, mint hogy megsértsem az illemet. Jeff! Akkor fáradjatok a házhoz. Gyerünk, fiúk, ledöntjük ezt a tápolmányt. Jeff! Jeff! Parancs, őrnagy úr! Gyertek vissza! Várjatok, fiú! Azt hiszem, változtatok a tervemen. Szóval előbb a szekereket gyújtsuk fel. Nem, azzal is várhatunk. Kergessük szét a marhákat? Ugyan, mit ártottak nektek szegény jószágok? Hát akkor végképp nem értem. Mi a nyavaját csináljunk? Ne zaklassátok ezeket a jóra való embereket. Elvégre a vendégeik vagyunk, úgyhogy tegyétek le a fegyvert. Micsoda? Ahogy mondtam, tegyétek le. Ez aztán igen. Ettől olyan boldog lesz Tobi testvér, hogy csak na, nem szereti a fegyvert. Már bocsánat, őrnagy úr, de ugye van valami oka, hogy így meggondolta magát. Nyomós oka. Nyomós, sőt mondhatnám átütő erejű. Pompás, ez remekül bevált. Üdvözlöm, serif. Hamarjában nem is találok szavakat. Látjátok, mire képes a hit ereje. Aha, csodákra. Főleg pisztolygolyónyi adagokban. Szóval mit akart mondani? Egyelőre semmit. De nem ez az utolsó szavam. Ne mondja. Pedig a játszmának vége. Azaz mindjárt vége. Imígyen szólott Salamon, Dávidnak fia, Jeruzsálem királya. A kalapját. Ideje vagyon a születésnek, és ideje a halálnak. Ideje a szeretetnek, és ideje vagyon... Testvérek! Itt az is írva áll, hogy ideje vagyon a hadakozásnak! A hadakozásnak! Menj te is! Thank you.
Köszönöm, testvér. Te csak ne köszönj semmit. Menjetek a lovakért és pucoljunk. Igen, főnök. Igen, főnök. Hát jó, a völgyről lemondok, de adják vissza a lovaimat. Milyen lovait? A ménesemet, amit elkötöttek. Éj, csak lassan, ez rágalmazás. Maguk közönséges lótolvajok. Azt azért az őrnagy úr javára kell írnom, hogy nem hazudik. Őrnagy úr nem járt még Nebraskában? Ott állítólag roppant egészséges legelők vannak. Azt hiszem, igen, ez az ötlet komoly megfontolást érdemel. Őrnagy úr! Nebraska a másik irányban van. Ja, ja, persze, persze. Köszönöm, uram. Á, nincs mit. Az úrnak szeretnék hálát adni, serif. Az más. Fogadd alázatos hálaadásunkat, atyánk, amért elűzted a völgyből a gonoszt. Hé, főnök! Ezt nézd! Hát ez meg mi?
Ez a mi villogunk, testvér, a törvénytáblák. Te persze erről nem tudsz semmit. Hát tulajdonképpen ezek a szegény emberek igazán megérdemelnek valami kárpótlást, úgyhogy... Úgyhogy mi? Hát... Nem is rád haragszom én. Csak a jó édesanyánkra. Nem értem, miért nem volt annyi esze, hogy vízbe folytson, amikor csecsemőkorodban füröztött. Persze lehet, hogy nem is füröztött soha, azért lett belőled ilyen büdös, mocskos tisztó. Nem érgelődj, serif. Így volt megírva. Ne prédikálj. Menj te is a pokolba. A testvéreiddel, a nővéreiddel, a felmenőiddel, a lemenőiddel, meg a marháiddal. Ne is lássalak. Tolvajok. Menjünk imádkozni. Jó. Igen. Igen. Mindenható úrunk, add, hogy méltón hirdessük dicsőségedet. Kérünk, fogad vissza nyájadba eltévejedett bárányodat, ki bűneit megbánván a kohó tüzébe veti fegyvereit, hogy békés szerszámokat kovácsoljon belőlük. Mostantól a te törvényeid szerint a te nagyobb dicsőségedre fog munkálkodni. Adj néki erőt, mindenható urunk, hogy templomot emelhessen néked. Verejtékes munkával fogja tölteni napjait. Termővé teszi a pusztaságot, szánt vet, majd learatja munkája gyümölcsét, erdőt írt, házat épít, jószágot tenyészt. S midőn a munka végeztével, a kemény robottól elcsigázva megtér otthonába, ismét felkerekedik, s boldogan siet templomodba, hogy a te dicsőségedet hirdesse. Köszönjük, urunk, hogy testvérünket nyájadba visszatérítetted. Kérünk, tedd méltóvá kegyelmedre, s világosítsd meg gyarló elméjét a te örök fényességeddel. Ámen. Ámen. Hová lett a megtért bárányunk? Hova tűnhetett? Nem értem. Miért nem örülsz, hogy mégis utánad jöttem? Kotródj a szemem elől, ha nem akarod, hogy beléd ereszek egyet. Ilyet mondani a testvérednek. Már azt is kétlem, hogy a testvérem vagy. Ide figyelj. Én most elmegyek nyugatra Kaliforniába. Úgyhogy neked már csak keleten maradt hely. Mondja, jó ember, nem látott errefelé három alakot? Mármint három akasztófa virágot? Ezeket mi? Ők voltak? Igen, ők bizony. Kiraboltak, még a csizmámat is majdnem elvették. Csak meglátták magát és elszereltek. Merre felé? Nyugatnak. Na, megálljatok! California. You see him, yes, he's gone. He
the top of the West. Always cool is the best. He keeps alive with his Colt 45. Mm, you better tell me, babe, what you see. And riding along in the faraway west. Oh, let me tell you, it takes me.